Tisztelt egybegyűltek! Molnár C. Pálnak, akit a magyar egyházművészet megújítójának, vezetőmesterének szoktak nevezni, életpályája nem úgy alakult, hogy az válik belőle. Sőt, maga írta le, a véletlen segítette ebben. Érezhetett így, mert a véletlen szükségszerűségének megfejtésére napjainkig nem történt meg megnyugtató módon. Az ő saját örömhírének prológusa olvasatomban így kezdődhetne. Kezdetben volt a téma, és ez a téma a biblikus jelenetek irodalmisága volt, és ez vezetett Istenhez. A szerény kiállítótér egy hatalmas életmű válogatott darabjainak befogadásával a szűk keresztmetszet ellenére tág horizontot nyit. Megmutatja a hit szárba szökkenésének és terebélyesedésének más ember számára titkos útját és erejét. Ne magyarázzuk a közelebb Uram hozzád rögös útját, csak érezzük át a megnyugtató megoldását. Miután előzetesen megtekintettem a kiállításra kerülő válogatást, és a csendes esőben ballagtam hazafelé azon töprengve, mi az a pár mondat, aminek kimondására megnyitó során lehetőségem nyílik, a magam számára is meglepő módon elsőként az jutott eszembe, jó helyen vannak ezek az alkotások az oltár közelében. Pályája kezdetén, mint sokan mások, ő is a Louvre-ban másolt. Akkor és ott találkozott azokkal a művészekkel, akikkel élete végéig lelki rokonságban maradt. Szavai szerint Angelico szerint mennyei derűje, Giotto döbbenetes realizmusa, Piero della Francesca monumentalizmusa, Raffaello reneszánsz, Mondrian eleganciája mind vele maradtak hosszú alkotói pályafutása során. Mint ahogy a kora reneszánszra jellemzően tiszta vonalvezetés, a tempera szeretete, a keveretlen színek, a saját leleményű olajos kötőanyag, ami alla prima felhordva vászon, kartonon vagy falemezen egyaránt különleges, rájellemző, mint egy védjegyként jelenlévő felületet eredményezett. Párizs, minden festő álma, az ott uralkozó formabontásokkal együtt járó torzítások világa, a szépségideálok elleni merényletek mindennaposságával elriasztotta. Már akkor vezérlő elve volt, mondani való nélkül nem festek. Ekkor inkább még csak ösztönösen, a későbbiekben meggyőződésből vallja, a művésznek sosem szabad elfelejtenie, hogy amit ma európai kultúrának nevezünk, az egészében a keresztény világnézetben gyökeredzik. A szél a Szentlélek ott fú, ahol akar, mondogatjuk olykor, talán kellően át sem gondolva, akár már közhelyszerűen is. Ám ez a szél hitelesítve van, mindig Jézus felől jön, és mindig feléje tart, és sokszor igen meglepő módon jelentkezik. Molnár C. Pál esetében festőnket az úgynevezett római iskola keretébe sodorta, amelynek egyik nem titkolt célja az egyházművészet megújítása volt. Milyen nagy nevek együttese, az elméleti spiritus rektor Gerevics és a gyakorlatban megvalósítók Abanovák, Kontoli, Molnár C. Pál, Szőnyi, de továbbiakat is lehetne, sőt kellene is említeni. Minden festőnek, különösen a Rómát megjártaknak vágya volt a monumentalitásra, a monumentális műfajok művelésére való törekvés. Ennek leginkább az egyházművészeti megbízások felelnek meg. A római ösztöndíj és az azt következő évtized meghatározza a művész további sorsát. A csoport tagjai a 30-as évek új eszméit és eszményét kívánták megjeleníteni, emeli ki Bizer István a témaszakavatott kutatója. Azon töprengtek, miként foglalhatták össze nagy kompozíciókban a magyar történelem fő pillanatait, nemzeti nagyjaink jelentős tetteit. Valós közösség után áhítoztak, s azt magyarságtudatukban a keresztény valláson és történelmi hagyományon alapuló magyar társadalomban látták meg. Ehhez kiváló alkalmat szolgáltatott az 1930-as években megnyilvánuló Árpádházi szentekre irányuló kultikus érdeklődés.
Ennek példáival számos helyen találkozhatunk hazám templomaiban. Önkényesen csak azt emelem ki, amelyik számomra az igazi Molnár Cépát idézi meg a maga teljességében. Önök számára is könnyen elérhető, ha Budapesten járnak, ez a béketéri Szent László templomban lévő három szárnyas oltára. A mai egyházi ünnepnek és a kiállításon látható Szent Erzsébet életét idéző alkotások kitüntetett szerepének megfelelően most ennek szellemében következzék néhány mondat. Az első Árpád-házi szentek hatalmas királyi alakjai után Szent Erzsébet új világ, új szépség, új mélység. István, Imre, László a magyarság nagy célkitűzői, a magyar lélek nagy útmutatói, nemzet megalkotók. Szent Erzsébet az egyetemes kereszténység kedves szentje, akinek születésekor megjövendőlték, vigasztalására lesz a föld minden népének. Első szentünk, akinek tisztelete és hatása túllő a lokalitáson. Amint Sik Sándor papköltő 1936-ban egy rádióbeszédében hangsúlyozta, Szent László a férfiúi eszmény legszebb példája, Erzsébet annak női megjelenülése. Egy kedves, szép, fiatal, szerelmes, boldog feleség, aki ezt az életállapotot egyetemes szeretetté tudja tágítani. Jótékonykosását intézményessé alakítva gondoskodik róla, hogy az ne a pillanatnak, a véletlennek szóljon, hanem okosan és maradandóan szolgálja a rászorulókat. Ez már új dimenzió, magasabb rendű szociális szeretet, amely árvaházakat, kórházakat emel. Ő maga Isten szeretetéből táplálkozik, az irgalmasságot Krisztus szeretetéért gyakorolja. Koldusban, betegben, pokrosban az élő Krisztust látja. Mindössze 24 évet élt, ami alatt a nem öncéllal világító oltárgyertya módjára sugározva a fényt égette el önmagát. Molnár C. Pál itt látható vallásos tárgyú művei túlzás nélkül állíthatom, az imádságos lélekkel történő közelítés példái. Fel kell figyelnünk rá, hogy csak a legritkább esetekben látható glória a szentjei feje körül. Nem kivételek ez alól még a kedves és kedvenc, megunhatatlanul ismételgetett madonnái, a Szent Család vagy a menekülés Egyiptomba téma variációi sem, mert tudja, nem a külsődleges, emberi buszmagmukból nekik ajándékozott ékítmények határozzák meg lényüket. A barokk egyházművészet nehéz, tömén szagú levegője, esetje nyomán a virágos mezők üde fuvallata frissíti fel. Mintha csak Szent Ferenc nyomában járnánk. Ez is hozzátartozik a Molnár C. Páli gondolkodásmódhoz. Minden további szubjektív képelemzés helyett hasznosabbnak vélem, ha kiki önmaga személyes módján közelít az itt látható alkotásokhoz. Láthatjuk, ő a kapott talentumokkal jól gazdálkodott. Tisztelettel kérem ezért önöket, mindennek tudatában tekintsék meg a kiállítást. Köszönöm. Örömmel szeretném bejelenteni, hogy a aktuális, hogy kell ezt elegánsan mondani, kiállítási évad újdonsága, hogy magam helyett másokat kérek fel kiállítás megnyitása. Így volt ez Szekeres Erzsébet esetében is, akit Lőrinc Sándor úr nyitott meg. Így volt ez Bottos Gerő és Szigeti Magda tárlata esetében is, akit ugyancsak az unoka, a öcs, Szigeti Tamás nyitott meg, és így van ez most már C. Pál kiállításával kapcsolatban is, amelyet dr. Gáspár Ferenc főorvos úr nyitott meg, aki nem csak a témának, de egyáltalán a magyar festészetnek is szakavatott ismerője. Szeretnénk megköszönni neki a megnyitó gondolatokat. A kiállítási anyag kölcsönzését pedig Csillag Péter és Csillag Éva jogutódoknak, örökösöknek, Pétert hallhattuk a prédikációban is,
az evangéliumot hitelesen interpretált a számunkra lévén diakónus. A jelen tárlatot is Krasznai Zsolt úr rendezte be. Szeretnénk megköszönni mindhármójuknak, mindnégyőjüknek a közreműködést. Az ötödik köszönnivalón pedig Arató József, aki leszállította ide a festményeket, ki a logisztikában volt segítségünkre. Köszönjük a közreműködést, és amíg átadom a virágokat, addig kérlek benneteket, hogy gyűjtsétek az ötleteket a vendégkönyvbe, hiszen a tárlat megnyitása után arra invitálok majd benneteket, hogy nézzétek is meg a kiállítást, és írjatok be a vendégkönyvbe. Köszönjük!